Sziasztok srácok, Szalai Attila vagyok, nézzétek ti is az oldalvonalat. Hajrá magyarok! Sziasztok! Én Ember Norbi vagyok, ez pedig az oldalvonal legújabb része innen, a Ferencváros stadionjától, vagyis a Grupama Arénától, ahol ma a Ferencváros fogadja a kazaksztáni Tobol Kosztánál együttesét a Bajnokok Ligája első selejtező körének visszavágóján. Ugye a két csapat múlt heti mérkőzésén Kosztánájban 0-0-át játszott egymással a két együttes, és ami fontos a mérkőzés képéből és legalábbis levonható tanulság, a Fradi végiguralta nagyjából a mérkőzést, ellenben a kosztánáiak főleg kontrákkal próbáltak operálni a Fradi csapata ellen. Hát ugye 0-0 lett gólgazdagon, de bízunk abban, hogy ma tényleg egy gólgazdag összecsapás lesz, és remélhetőleg a magyar csapat tovább fog tudni jutni a kazak ellenfele ellen. Ami a Tobol Kosztánál együttesét illeti, a történelmében találtunk kettő bajnoki címet, egyet 2010-ből, és a legutolsót ugye az előző szezonból, amivel jogot szereztek arra, hogy most megmérkőzzenek a Ferencvárossal 2021-ből. Ezen kívül a Tobolnak van még egy kazak kupagyőzelme 2007-ből, ez már több mint 15 évvel ezelőtt volt, úgyhogy nem egy friss sikerről beszélünk itt a kupagyőzelmet tekintve, tehát azért három címet így is bezsebelt már a Tobol a kazak bajnokságban, illetve kupaküzdelmekben. Ami a Ferencvárost illeti, a Ferencváros csapata 33-szoros magyar bajnoknak mondhatja magát, ugye ez már zsinórban a negyedik volt a 33-dik, magabiztosan nyerik az NB1-et az elmúlt években, így most már ugye, hogy négyszer zsinórban megnyerték a bajnokságot, úgy négyszer vannak itt a selejtező körben, remélhetőleg ma is sikerül tovább jutniuk, hiszen a Ferencvárosnak az elmúlt években mindig magabiztosan az első kettő kör mindig sikerült, úgyhogy bízunk abban, hogy ma is sikerült fog a Ferencvárosnak a továbbjutás, már csak azért is, mert a magyar focinak jót tenne, hiszen a koeficiens pontok tudnának gyűlni, ami azért el kéne a magyar klubfocinak. Ezen felül a Fradi, ahogy ti is emlékeztek, és májusban itt láthattátok az oldalvonalon, ugye 24-szeres kupagyőztes már a Ferencváros, ugye az előző szezonban dupláztak, ugye pont a Paks elleni 3-0-ás kupadöntő volt az, ami alapján a Ferencváros 24-szeres kupagyőztes lett, úgyhogy a Fradinál ez a két legfőbb cím a magyar szintéről, majdnem azt mondtam, hogy szintér, de szintéről, ugye ezt a kettőt összeadjuk, azért ez már 57, ami a maga nemében óriási szám. Nyilván nem is kell ecsetelnem tovább, hogy miért is a Ferencváros Magyarország legnépszerűbb együttese. A mai mérkőzés előtt, amit még fontos tudni, valószínűleg egy olyan 100 vendégdrukker lesz, aki elkíséri a Tobol csapatát, de lehet még ennél is kevesebben fognak jönni, hát azért egy eléggé messze lévő országról beszélünk. Ezen felül a hazai szektorokban több mint 19.000 jegyet eladtak már a mai mérkőzés, úgyhogy egy fantasztikus hangulat várható itt ma este a Grupama Arénában, és ami még ennél is fontosabb, én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak itt a hazai pályán ilyen hangulat előtt, ami valószínűleg várni fogja ezt a kazak csapatot, nagyon nagy esélye van arra, hogy tovább tudjon jutni a Fradi. Úgyhogy még nincs ebben a kezdőcsapatok, még körülbelül másfél óra van a kezdőrugásig, úgyhogy majd megpróbálok beszámolni nektek a kezdőcsapatokról, de addig is, ha nem tettétek meg, iratkozzatok föl az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy lájkot a videóra, valamint kommenteljetek lentre a kommentmezőbe, és ha ezekkel mind megvagytok, nyomjátok be a kis harangot is, hogy mindig értesítést kaphassatok az oldalvonal legújabb tartalmairól. Ezen felül kövessetek be a közösségi médiás felületeken, várlak benneteket a Facebookon is, ahol oldalvonal néven fogtok megtalálni. Várlak benneteket az Instagramon is, ahol személyes profilomban az Ember Norbin tudtok majd bekövetni,
Itt minden egyes mérkőzésről képriporttal jelentkezem, valamint várlak benneteket személyes TikTok profilomon is, ahol szintén az ember Norbi névre hallgató profilon fogtok megtalálni, ahol néha egy kicsit exkluzívabb, rövidebb, illetve olyan tartalmakkal is várlak benneteket, amik nem kerülnek be a vlogba. Úgyhogy gyertek, kövessetek be, és tartsatok velem itt a vlogban, és bízunk abban, hogy a Fradima tovább tud jutni, ezzel is tovább lendítve a magyar klubfutballt a sikerek útján, remélhetőleg minél tovább. Úgyhogy következik hamarosan a kezdőcsapatok remélhetőleg, és a mérkőzés is, és hajrá magyar foci, hajrá magyarok! We'll be right back.
mérkőzés 25. percében vagyunk, a Ferencváros csapatán 3-1-es arányban vezet a Tobol Kosztánály csapat ellen. A Fradi már nagyon korán a 20. percig 3-0-ás előnyre tudott szert tenni. 2 Traoré gól és egy gyönyörű belsővel előtt Lajdun találotta. Már 3-0 a Fradinak, amikor Szergejev szépített a Tobol részéről. Mondjuk egy nagyon-nagyon szépen belet fúzott a Fradi védelem, azt kell, hogy mondjam, egy eléggé, hogy is mondjuk, egyéni villanás előzte meg a gólt. De most egy 3-1 van még 20 perc hátra az első félidőből. A Fradi jobban játszik, több lehetősége van a hazaiaknak, és náluk van többet a labda is. Én szerintem, hogy a továbbjutás lényegi kérdései eldőlni látszanak. Nem hinném, hogy a Fradi még 2 gólt kapna is hosszabbításon ebből a meccsből. Sokkal jobb a Ferencváros. Úgyhogy jön az első félidő második fele, és látjuk-e még gólt vagy gólokat az első félidőben, ez is kiderül majd. Rég ért véget az első félidő, és már a második is elkezdődött. Ferencváros 3-1 arányban vezet a Tobol Kosztánály csapat ellen itt a Groupama Arenában ma szerda este. A Fradi egyébként abszolút megérdemelten vezet. Azt hiszem 10 lövése volt a Fradinak meg a Kosztánálynak, összesen egy, ők azt be is verték. Fradi uralja a játékot, főleg mezőnyben van a játékot, és a Fradi jobban játszik. Efelett pedig még amit nagyon fontos tudni, hogy a Ferencvárosnak sok lehetősége van, sok szöglettel, sok pontrugásokra. A Fradi próbálkozik, nyom. Még szerintem a Fradi próbál legalább 1-2 gólt rúgni a mai este. Meglátjuk a hangot, egyébként eléggé jó, körül 18 ezer ember jött ki. Tényleg fantasztikus hangulat, úgyhogy nézzük a második félét együtt, és bízunk benne, hogy látunk ma még magyar gólokat, és Ferencváros gólokat, és a magyar bajnok talált, hogy jutni a következő körben. Hajrá magyar foci, hajrá magyarok!
teljes már, ahogy összejött ez a dolog. Jövő héten. Tehát a mérkőzés itt a Grupa Arénában, ahol a Ferencváros csapata magabiztosan 5-1-es győzelmet aratott a kazaksztáni bajnok Tobol Kosztalály csapata ellen a Bajnokok Ligája selejtezőinek első fordulójának visszavágóján, és ugye a Fradi 5-1-es összesítéssel tovább is jutott a következő körbe, ahol nem más lesz a Ferencváros ellenfele, mint a Szlován Bratislava, vagyis a pozsonyi Szlován. Azt gondolom, ezt a mérkőzést senkinek sem kell bemutatni, ez több lesz, mint egy mérkőzés. Már csak ugye adódóan a nagyon jó magyar-szlovák barátságból, úgyhogy rekrank erre a mérkőzésre is majd eljutni, de mielőtt erről a mérkőzésre kicsit jobban beleásnánk magunkat. A mérkőzés, a mai mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a Fradi már a 20. percben 3-0-ás ellenére tudott szert tenni. Traoré két góljával nagyon gyorsan 2-0-ra növelte előnyét a Ferencváros. Igaz, a második gól eléggé lesgyanús volt, ahogy ti is láthatátok itt a vlogban. Majd a harmadik gól Ájsz Lajduni révén a 20. percben már ugye 3-0-ás előnyt jelentett a Ferencváros számára. Ugye itt egy visszagurított labda volt, amit Lajduni gyönyörűen előtt belsővel kapusnak esélyesen volt, gyönyörű megoldás volt. Ugye ezután a Tobol jött, és egyetlen egy lehetőségét, ami tényleg valamire való is volt ezen a mérkőzésen, az góra váltotta egy nagyon szép egyéni villanás végén, Fradi védelmet verte meg, ha jól emlékszem, Tosics, és ugye ezután Szergejev helyezett a Ferencváros kapujába, és így 3-1-re módosította a mérkőzés eredményt a 24. percben. Ezután a maradék 20-22 percben, amíg hátra volt az első félidőből, inkább egy küzdelmes mezőnyjátékot láthattak a nézők, nem volt már annyira sok helyzet, így maradt a 3-1 a félidőben. A második félidő elején inkább a Tobol próbálkozott volna, már amennyire tudott erejéből, amennyire futotta, hiszen a Ferencváros főleg a középpályán meg tudta szűrni a Tobol támadásait. A Tobol rúgott egy lesgólt, ez hozzátartozik a mérkőzés kronikájához. Majd nem sokkal később egy csere történt a Fradiban, vagy Tokmák, vagy pedig Boli helyett érkezett, ha jól emlékszem, Basszely, és ugye Basszely ezután 2 gólt is szerzett, ahogy ti is láttátok itt a vlogban a Tobol ellen. Ugye az első gólja az egy ilyen igazi fifás gól volt, mondhatjuk úgy, üres kapu passzolta be a labdát, de az utolsó gólja se volt piskóta, azt kell, hogy mondjam. És a Fradi így nyert 5-1-re a mai napon, a hangulat fantasztikus volt, több mint 18 ezer néző látogatott ma ki ide a Grupa Arénába az Üllői úton. Én azt gondolom, a hangulatot ti is hallottátok, szerintem eléggé jó volt, hogy az első hazai meccs alkalmával, ugye még július van, most kezdődött el a futballszezon, a 22-23-as szezon, szerintem teljesen rendben volt a hangulat. Ami még hozzátartozik egyébként a mérkőzéshez, hogy a Fradinak én szerintem legalább egy 2-3 gól még benne maradt így is a zsákjában, és hogyha komolyabban oda teszi magát a Fradi, akkor még nagyobb különbség is lehetett volna ezen a mérkőzésen. Ferencváros tényleg osztálykülönbséget teremtett a két csapat között a mai mérkőzésen. Ami a folytatást illeti, ugye a Ferencváros jövő héten, vagy kedden, vagy szerdán, valószínűleg szerdán fogja fogadni a szlován csapatát, és ugye a szlován ellen már volt korábban találkozója a Ferencvárosnak, ugye mindenki emlékszik rá, nyilván szurkolói balhéval volt fűszerezve, de azt gondolom, hogy ma azért nem biztos, hogy olyan nagy baj, de azért szócsata az 1000%, hogy várható majd a lelátón, és természetesen a közösségi médiás felületeken is. Én azt gondolom, egy magyar-szlovák rangadón egyértelműen a magyar csapat sikeréért fog szurkolni az egész ország. Ezen felül, amit még nézni kell, hogy a szlován ugye hosszabbítás után tudott tovább jutni a Dinamo Batumi ellen, ha jól emlékszem, egy grúz csapatról beszélünk, egy georgiai, ha helyesen akarom mondani, csapat ellen. Hát nem volt meggyőző a játék a szlovánnak, enyhén szólva, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ferencváros jó esélyekkel várja majd ezt a párharcot, és tényleg remélhetőleg tovább tud jutni, hiszen ahogy már korábban is elmondtam még a vlognak az elején, a koeficiens pontjait tudja növelni a magyar csapatoknak. Úgyhogy én köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, ennyi lett volna a vlog ma innen az Üllői útról, a Grupa Arénától, de addig is nem tettétek meg, iratkozzatok föl az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy lájkot a videóra, valamint kommentétek ide lentre a kommentmezőbe, és ha mindezek megvannak, akkor nyomjátok be a kis harangot, hogy minden egyes tartalomról értesítést kapjatok, ami megjelenik itt az oldalon a YouTube csatornáján. Ezen felül megtaláltok még a közösségi médiás felületeken, a Facebookon vagyok megtalálható, ahol oldalvonal néven fogtok megtalálni, várlak itt is, dobjatok egy lájkot, ezen felül be tudtok követni személyes Instagram profilomon, ahol Ember Norbi néven fogtok megtalálni. Itt minden egyes mérkőzésről képriporttal jelentkezem, ami megpróbálja átadni a mérkőzés hangulatát, már amennyire át lehet adni egy képriportban.
és ezen felül személyes TikTok profilomon az Ember Norbin is várlak benneteket, ahol néha exkluzívabb, rövidebb, illetve vlogból kimaradt tartalmak is érkeznek. Úgyhogy gyertek, kövessetek be, ott is találkozunk ezeken a felületeken is, és találkozunk a következő oldalvonal vlog részben, ami remélhetőleg egy jó Ferencváros szlován lesz, ha mégsem, akkor pedig a Videóton FC Gabala mérkőzés következik, meglátjuk majd, hogy melyik lesz, ezt a YouTube közösségi felületén majd kommunikálni fogom felétek. A végeredménye búcsúzom, Ferencváros, Tobol, Kosztanály 5-1, én Ember Norbi lettem volna, köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, hajrá Magyarország, hajrá magyar foci, és természetesen hajrá magyarok. Sziasztok, jó éjszakát kívánok mindenkinek, innen a Gruho Arénától.